Soltész Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi kapcsolatokért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek adott interjújában reagált Erdő Péter bíboros agályaira, melyeket a múlt héten tartott sajtótájékoztatón ismertetett a magyar egyház fő. Erdő Péter bíboros az MKPK téli ülése után tartott sajtótájékoztatón kommentált néhány a magyar katolikus egyházat érintő kormányzati intézkedést. Soltész Miklós egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár interjúban reagált az egyház főszavaira. A bíboros azon felvetésére, mely szerint nem érkeznek meg az uniós támogatások, azt mondta, ezek az összegek nem az emmihez tartoznak, de van mód, hogy megsürgessék az érintett tárcákat. Erdő Péter a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hiba lenne egy teljesen új egyháztörvény megalkotása az egyházak megkérdezése nélkül. Ezzel kapcsolatban Soltész Miklós megjegyezte, ebben nincs közöttük, azaz a minisztérium és az egyházak között nézeteltérés, teljesen azonosan gondolkodnak. A kormányon belül van gondolkodásbeli különbség. Az egyik irány szerint egy teljesen új egyházi törvényt kellene alkotni, míg Balogh Zoltán miniszterrel egyetértésben az államtitkárság azt mondja, figyelembe kell venni az egyházak jogos kérését, hogy rövid időn belül ne szülessen új törvény.